Itt vagyunk a Kassai Service Parkba, velem szemben egy mosolygós, de bizonyára más dolga inkább lenne, kint lenne a pályán szívesebben, vagy a beíróba, Turán Frici. Mesélj nekem, mi történt ma veletek? Hát az egyes gyors már nehezen indult, egy Nordiék lestek, és emiatt mi álltunk egy hozzávetelegesen 20-25 percet. És rajtuk egy ilyen 5 kilométerre csattant, hogy begyattam az első kocsi elejével a hajtásba jött egy csattanás, majd lehetett hallani, hogy valami eltört benne, kiderült később az első bicikletet fogadott, és onnan már egy kicsit óvatosabban kezdtünk menni, aztán elfolyt a jobb hátsó pékünkre engedt felül a szétfalaj, és igazából ezzel nem tudtunk megcsinálni etapon. Talán az első biti töréssel még be tudtunk volna jönni a szervizbe, de így ez igazából nagyon beszélyes, az egyáltalán semmiképp nem maradt az autón a gyorsági végére. Úgy döntöttünk, hogy oda hívjuk a szervizt, de előtte már jeleztük a versenyigazgatónak, hogy mi feladtuk a versenyt. Utána bejöttünk a szervizbe, és hát ahogy látod, az autó most kész van, úgyhogy várjuk, hogy beállhassunk vele az esti parttermébe, és holnap a szuper részében is szerint részteressünk egy hosszabb tesztel, amit egy versenyt tudunk csinálni. Sajnos ez az év, ez nekünk eléggé balszerencsés, ez a harmadik nulla pontunk így egymás után, úgyhogy nem adjuk fel akkor sem. Maradjon ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést.